Nyíregyháza leglátogatottabb turisztikai attrakciója a Sóstúj Állatpark. A zoo is egyike azoknak a létesítményeknek, amelyek gyémántdíjjal gazdagították a Szabolcsi megyeszékhelyt a Város Marketing gyémántdíj 2020-as megmérettetésének keretében. A verseny 5 kategóriájában mások mellett rendezvényeket, weboldalakat ismernek el. A gyémántok aztán összeadódnak, melyek alapján az érintett településeket rangsorolják. Nyíregyháza 19 gyémántjával az év marketing fővárosa címet szerezte meg. Például az adventi forgatagának, gasztronómiai fesztiváljainak, városfejlesztési projektjeinek, vagy épp a Kántémusz kórus családnak köszönhetően. A polgármester az elismeréseket bemutató csütörtöki sajtótájékoztatón kiemelte, sok ember munkájának köszönhetőek a díjak, akik a színes, gazdag tartalmakat hozták létre. Ezek a mi értékeink. Én azt gondolom, időnként a nyíregyházaknak is, a megyebelieknek is jó, ha bemutatjuk, de a hozzánk érkező vendégeknek is, akik egyébként emiatt el is jönnek már eddig is, csak még mindig érezhető régi, rossz, negatív sztereotípia az élet minden területén. Én azt gondolom, hogy ez a díj, ez arra is jó, hogy ez segít ezt megváltoztatni. Szabolcs-Szatmár-Bereg mindeközben a Marketing Aktív Megye címet zsebelte be az itt zajló gazdaság, turizmus és marketing fejlesztési munka elismeréseként. A megyei közgyűlés alelnökének szavai szerint a települések összefogásának, együttműködésének köszönhető díj előremutató és eredményeket produkál. Ezeket a díjakat úgy lehetett elnyerni, hogy pályázatot nyújtottak be azok a települések, amelyek a megyében marketing tevékenységet folytatnak, és a szakmai zsűri odaítélte ezeket a díjakat, és ebből Nyíregyháza és Vásárosnamény lényegében tarolt, és ezáltal Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, ugye a Nyíregyházi 19 és a Vásárosnaményi 3 díjjal együtt kiérdemelte azt a marketing aktív megye státuszt, amelyet már korábban is kiérdemelt, tehát korábban is nagyon jó pályáztak a településeink, de még egyszer mondom, azok tudnak pályázni, akik valóban olyan tevékenységeket, olyan programokat valósítanak meg, amelyek ezen pályázatok szempontjából fontosak, és még egyszer mondom, hogy szakmai szempontból is kimagaslóak. Vásárosnamény egyik legnépszerűbb programja a Zoárnapi Sokadalom. A V4-es kerékpárverseny és a Digi brossúra mellett ez a rendezvény is hozzájárult, ahhoz, hogy a település a kisvárosi első díj tulajdonosa lett. Mint a város polgármestere fogalmazott, a lakosok sokszor nem veszik észre, milyen értékekkel bír a település. Ebben nagy szerepe van a helyi Turinfornak, az elismerésnek pedig a turizmus fellendítésében. Itt a covidos helyzet ellenére ennyi idegen arcot nem láttam még a városunkban. 10 év vagyok polgármester, és ez a belföldi turizmus, amelyre a kormány is rendszeresen felhívta a figyelmet, igenis elmozdult, előre mozdult, és hiszem, hogy ebben óriási hatása és szerepe van annak is, hogy meg tudjuk magunkat mutatni, hiszen Vásárosnamény 2016-tól folyamatosan ott van ezeken a megmérettetéseken. Folyamatosan megmutatjuk azt, hogy milyen értékeink vannak, és hiszem azt, hogy erre nagyon sokan fölfigyelnek. A díjakat idén már 6. alkalommal adták át, összesen több mint 80 gyémántot kiosztva. Többek között abból a célból, hogy segítsék a települések közti tapasztalatcserét és az együttműködést azok vezetői, szervezetei és marketingesei között.